Nagy összegű bírságra számíthatnak azok a gépjárművezetők, akik nem cserélik le idejében a nyári gumikat téliekre. Ugyanakkor baleset esetén a biztosító nem fizet kártérítést, amennyiben a jármű nem az időjárásnak megfelelő gumikkal van felszerelve. A jelenlegi jogszabályok értelmében az úttest állapotához kötött, hogy mikor cserélik le a sofőrök a nyári gumikat télire a gépjárműveken. Abban az esetben viszont, amikor tartósan 7 Celsius fok alá csökken a kinti hőmérséklet, érdemes ezt elvégezni, mondják a szakemberek. Míg a legtöbben a nagy pénzbírság elkerülése érdekében teszik meg mindezt, más érvek is szólnak a gumicsere mellett. Ha télen nincs megfelelő minőségű gumi, és egy baleset történik, akkor már a biztosítók már nem fizetnek. Tehát ez egy nagyon rendkívüli probléma, mert sokan gondolják, hogy ők csak keves kis utakat, meg városba járnak, nem járnak városon kívül, de hogyha megtörténhetik egy baleset, akkor ez már viszont a tulajdonosnak a zsebére fog ez menni, mert ez egy komoly problémát okoz. A nyári gumik télire való lecserélése nem csak a saját biztonságunk, hanem más, közúton közlekedő autósok és gyalogosok biztonsága érdekében is rendkívül fontos, tette hozzá Solymosi István. A szakember elmondta, lehetőség szerint vegyenek jó minőségű abroncsot a gépjármű tulajdonosok, ne sajnálják a pénzt, mert hosszú távon ez jó befektetés. A 4 évszakos gumikkal kapcsolatban pedig úgy fogalmazott, hogy ő nem ajánlja, mert összetételében nagyon sok különbség van a téli és a 4 évszakos között. Előbbi egy rövid távon történő fékezés esetén sokkal megbízhatóbb. 9-től 20 pontig terjedő hibapont, illetve az ezzel járó pénzbüntetés róható ki annak a személynek, aki elmulasztja a gumicserét, ami azt jelenti, hogy akár a 2900 lejt is meghaladhatja a bírság.